Szent Vendel volt az állattartó gazdák, valamint a pásztorok védőszentje, és ennek óriási tisztelete volt, mint a településen is körülbelül 100 évvel ezelőtt. Utána egyszerűen feledésbe merült, és tavalyi évben először felújított Dobotibor atya, főtisztelendő Dobotibor atya, és úgy döntöttünk, ha már ezt így komolyan visszahozzuk a köztudatba, akkor illene megtenni a következő lépéseket is. Ennek az egyik lépése például, hogy Sepsi Szent György ajándékaként elkészül a templomba Szent Vendel vitrázsa, szobor elkészül itt a Fafaragó táborba, és valódi Szent Vendel napot fogunk tartani október 20-án, ami még plusz községünk neve is. Szívesen jövünk, és a úgynevezett történelmi Magyarországra megyünk most például Kárpátaljára, és idén még megyünk Felvidékre is. Tehát mi ezzel a foragással szeretnénk kifejezésre juttatni, hogy határon kívül magyarokkal vagyunk, érzünk, és azokért is dolgozunk. Másfél évtizedes barátság köt bennünket ide Orrom-hegyesre, hisz nagyon büszkék vagyunk, és nagyon örülünk, hogy látom, hogy felfedezték ezt az Erdély István nevű faragót, aki ott Magyarországon tanult meg, és hát itt már meghatározó egyéniség, és nélküle a magyar táborokat el se tudjuk képzelni. Adtunk egy szép művész nevet is neki, a Láncfűrész Paganinie. Nagyon tehetséges, és remélem, hogy ezzel a kis dunai alkotókörrel az Erdélyi Pityu szervezése itt idegenforgalmi szempontból is a kis falu és a környék profitálni fog. Ezt, amit én most faragok, én csak fésülöm, de a Szemcsuk művész tanár úr készítette az arcát, az egyik falatát. Tehát valóban klasszikus értelemben közösen készítjük. Ezt úgy szokjuk mondani, hogy ki mire szakosodott, melyik területre. És van, aki a profi az arckészítésbe. Én például szívesen fésülöm őket, és most például most ezt a faragást, tehát a kérdésre válaszol, igen, hát ez mindenki, amit tud, és ez a jó érzés, amikor mindig elmegyünk, megnézzük, hogy ezt mit csináltuk, és nem én. Tervezzük, hogy ha minden összejön, akkor ősszel, szeptember folyamán próbálunk egy ilyen kétnapos kis táborformát tervezni a diákoknak, és kíváncsi vagyok rá, hogy itt a környezetünk, hogy tényleg hányan vannak, vagy vannak, akiknek van hajlama és akarata hozzá, hogy megpróbálja is, és üzze ezt a, hogy úgymond, hobbit, ami tulajdonképpen nem is hobbi, mert én is hivatásszerűen ugye foglalkozok faragással. Tudom, ugye most leginkább az anyagiak, azok, amik visszatartják a dolgokat, de nem csak azt kell nézni, mindig azt mondom, hogy kicsit, hogy ismerjük, tanuljunk egymástól, barátkozzunk, meg ugye hát magában ugye a vége az, hogy hát az alkotások díszíti környezetünket, hagyjunk magunk után úgymond valamit. Őseink is tölgyfából készítették a kopjafákat, a kereszteket, és azt szoktuk mondani, hogy ahány centis szalszok, annyi évet bír ki ez a tölgyfa. Mind ahogy csináljak egy kis jó reklámot, mint szekszárdi faragó, a szekszárdi bornak, az is azért olyan márkás, mert csersav,
és a tölgyet is a csersav tartósítja, és évszázadokat kibír, és mindig a kültére csak tölgyből készülünk is valamit. Járjuk Európát, és látjuk főként a fejlett országokban, hogy már mindent géppel készítenek, és kevés a utánpótlás, és de itt a faluba is azért is jöttünk ide, és nem műhelyben dolgozunk, hogy jönnek a gyerekek este délután megnézik, és a két-három főt motiválni tudunk, az is már eredmény.